Több hónapon keresztül főként a szerda esti órákban Kecskemét egyes területein alacsony víznyomást észlelhetünk majd otthonainkban, mivel a Bás-Víz ZRT a vízvezetékeket fogja tisztítani. Nagy átmérőjű vezetékeink öblítésénél nyomás, ingadozás, vízhiány tapasztalható esetleg városrészekben is, ezért azokat az éjszakai órában végezzük el 22 órai kezdettel javarészt. Körülbelül 2 órás időintervallumot vesz igénybe egy-egy szakasz átmosása. Az emeletes házak esetében a második emeletnél magasabban fekvő lakásokban jelentkezhet vízhiány, ám ez is csak időszakosan fordulhat elő. Rövid időre a csapvíz opálossá, zavarossá válhat, ám ez átmeneti jelenség lesz csak. A munkavégzés pontos ütemterve megtalálható a hírös.hu oldalon. A teljes hálózat karbantartása komoly és nagy munka. Összesen 6 öblítési pontunk van a város különböző pontjain, összesen 10 irányból körülbelül egy olyan 13 kilométernyi nagy átmérői vezetéket fogunk irányítottan vizes öblítés alá vonni. A lábunk alatt 2 méter per szekundum sebességgel robog majd a vezetékeken a hatalmas mennyiségű víz, bár ebből sokat nem látunk majd, mégis ennek köszönhetően a csapból továbbra is tiszta ivóvíz érkezik az otthonainkba.